kéziváltós, vagy automata, háromajtós, vagy ötajtós, esetleg fekete, vagy fehér. Biztosan nagyon sokan feltették már maguknak ezeket a kérdéseket, na de mi a helyzet akkor, hogyha teljesen tanácstalanok vagyunk autóvásárlás terén? Vendégünk a stúdióban Bertalan Gábor autós szakértő. Szia! Szia! Hello, sziasztok! Melyek az elsődleges szempontok, legfontosabb kérdések, amelyeket fel kell tennünk magunknak, mielőtt megvásároljuk az álomautónkat? Fú, az autóvásárlás ez egy nagyon bonyolult dolog, tele van érzelemmel, de ugyanakkor van egy csomó racionális része, amit illik azért betartani. Hol használod az autót? Ha városban szeretnél közlekedni vele kicsi távokat, akkor ne vegyél dízelt. Még akkor sem, hogyha a lelked meg a szíved oda visz, hogy jaj, hát, vagy éppen azt gondolod, hogy 5 literes fogyasztással vagy 4-gyel el fogok járni. De tönkre fog menni a városban. Ráadásul Budapesten és a nagyvárosokban általában az a helyhiány is közrejátszik. Szóval egyszerre van a racionalitás és az érzelem ebben a dologban benne, és ez általában egymáshoz szembe megy. Hát pont erre lennék kíváncsi, hogy mondjuk azért az igényeinknek megfelelő autót mindig meg tudjuk venni, vagy az a tapasztalatod, hogy azért sokszor inkább elviszi az embert a hév, és aztán az autó, de hogy lényeges az, hogy végül is mi az, ami megtetszik egy autóban, az nem biztos, hogy az lesz, hogy ó, hát nekem családi kell, akkor legyen 7 személyes, hanem az, hogy ú, azért mégiscsak egy nagyon jó kabrió, vagy igen, panoráma ablakos tetős. Figyelj, emberek vagyunk, tehát a nap végén elindulunk valahonnan, tehát elindulunk onnan, hogy kéne egy családi autó, legyen megbízható, gazdaságos, keveset fogyasztó. De a legvégén aztán becsúszik az érzelem, és akkor azt mondod, hogy vehetnék ebből mondjuk egy klasszikus, senkit sem megmozgató német márkát, de mi lenne, hogyha az Alfa lenne mégiscsak a családi autó. Tehát a nap végén általában az érzelmek azok bejönnek, ilyenkor azért érdemes egy picit hidegfejjel gondolkozni, mert ilyenkor bele lehet szaladni egy nagy pofonba. És említetted már, hogyha városban közlekedünk csak, akkor kisebb autót választunk, illetve ne dízeleset. Na de melyek még a fontos szempontok? Esetleg a hibrid autók még jó megoldás lehet? A hibrid az abszolút nagyon jó megoldás. A hibridizáció az egy olyan, az 1997-ben indult el. A Toyota akkor csinálta meg az első Priust. Ez egy ilyen nagyon furcsa dolog volt akkor. Senki nem értette, hogy most miért teszünk bele egy kis elektromos motort, és milyennek az egésznek az értelme. Mára ez teljesen kinőtte magát. Kicsit azonban úgy tűnik, mintha a világ így át akarná lépni a hibrideket, pedig nem kéne átlépni. A hibridek nagyon-nagyon jó autók. Városban, elővárosban, sőt még autópályán is a modern hibridek kifejezetten jó választásnak bizonyulnak. Megbízhatóak, jó autók. Pont ma jött ki arról egy hír, hogy milyen szabályozásokat kér és vár el az Európai Unió különböző autógyártóktól a biztonság terén. De mik azok mondjuk a biztonsági alapvetések, amiket szerinted figyelembe kell vegyen az ember akkor is, hogyha mondjuk már használt autót vásárol? Hát ugye a szabályok és a szabályozások azok egyre szigorodnak. Ami a legfontosabb, és hát egyik fontos kritériuma lenne az autóválasztásnak, hogy az előéletét megismerjük. Az előéletében pedig benne van az, hogy vajon mennyire volt összetörve, ha egyáltalán össze volt törve valamikor. Azért az átlag autó, nem tudom, tudjátok, hogy mennyi idős Magyarországon az átlag autó életkor? Sajátomban indulok ki, 12. 10, 12. Közelebb van a 16-hoz. 15,6 év. Ez azt jelenti, hogy annyi idő alatt már rengeteg minden megtörténik egy autóval. És bizony az autók jelentős részének még a baleset is a történelmének a része, ezért nagyon fontos, hogy át kell vizsgálni, hogy lett megjavítva. De vannak erre egyébként mondjuk megbízható felületek, ahol az ember tényleg utána tud járni annak, hogy mi történt ezzel az autóval? Hát nem biztos, hogy az előző gazdája annyira pontosan vezette akár a szervizkönyvet. Nem, persze. Ezzel kapcsolatban azért össze lehet szedni az infókat, de van már egy olyan kialakult új szakma, vagy mondjuk azt, hogy szolgáltatás, amikor valódi szakértők, akár igazságügyi gépjármű szakértők, akiket fel lehet kérni arra, hogy elkísérjenek téged, és ő megnézi az autót, és elmondja az ő összes szaktudásával, hogy ennek az autónak a kapcsán ő mit lát, és mit javasol, és ilyenkor föl tudnak tárni olyan hibákat, és ami aztán nagyon drága lenne a későbbiekben. Akkor nem feltétlenül kell elvinnünk egy szakszervizbe, szervizbe illik. Az autót, illik? De, illik. Mert is lehet? Persze, hogyne. Ez a szervizeknek is bevétel, neked egy megnyugvás, mindenféleképpen, tehát az autók tel vannak komputerekkel, ezeket ki kell olvasni. Persze, természetesen mindent meg lehet hamisítani, a komputereket felül lehet írni, a hibakódokat lehet törölni,
hogyha valaki úgy akar eladni autót, hogy ne legyen benne ilyen, de azért mindig célszerű átvizsgáltatni az autót, mind elektronikai szempontból, mind pedig a mechanikai szempontból is. Szerinted milyen irányba halad most az autózás jövője fenntarthatóság szempontjából? Van még egy-két óránk, szívesen elmondom nektek. Azt kell tudni most nagyon röviden, az autózás borzasztó nagy változás előtt van, illetve nem is előtt van, benne van nyakik. Egy picit össze van zavarodva a világ, vagy legalábbis Európa. Nem tudjuk, hogy merre megyünk. Elmondom, hogy mi egy mondatban, hogy mi az irányelv, az elektrifikáció, vagyis még inkább az elektromos autózás. Tehát hivatalosan ma azt tudjuk mondani, 2035 a céldátum, az Európai Unió területén belül onnantól fogva csak nulla emissziós autókat lehet forgalmazni. Ez azt jelenti, hogy az elektromos autóknak kell képbe kerülniük. Hogy addig mi történik, azt nem tudjuk, de ma ez a helyzet. Nagyon nagy a zavar. Tehát akkor tételezzük, hogy még az én 12 éves autóm kibír még 11 évet, akkor azt már ki kell dobjam, vagy 2035-től csak olyat lehet majd forgalomba hozni újonnan? Újonnan forgalomba hozni, de van egy rossz hírem. Addig is a városoknak ugye önrendelkezési joga van, de simán lehet, hogy előfordul, hogy itt Budapesten belül egy aktuális városvezetés azt mondja, hogy mi ezt már végig gondoltuk, és mondjuk a kiskörúton belül, vagy a nagykörúton belül, vagy a Hungária körúton belül nem lehet behajtani bizonyos emissziói autókkal. Erre van példa. London, Amsterdam, Stockholm, csomó városban. És bizony ezek jelentősen átformálják az autó használatot. Azt hittem, azt fogod mondani, hogy az a rossz élet, hogy 11 év múlva lerohad az autóm, de abban is lehetne. Hát az is nagy kérdés, hogy fogod tudni, akkor mit fenntartani? Mennyibe fog kerülni az üzemanyag, amikor majd elkezd csökkenni az igény az üzemanyag iránt, mert állnak át az emberek az elektromosra, akkor ugye nagy kérdés, hogy az árak hogy fognak változni. Igen. Ez egy nagyon izgalmas téma, és tényleg szerintem még órákig tudnánk róla beszélni, most ennyit tudtunk erről beszélgetni. Gábor, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Sziasztok.